Helyben termelnek. Mezőgazdasági mintaprojekt indult 6 Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településen. Javuló ellátás. A hét mindennapján 24 órában el tudják látni a szívinfarktusos betegeket a József András Oktatókórházban május 1-e óta. Közösen ünnepeltek. A rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás idén ünnepelt először közösen, a három szervezet bemutatókkal színesített napján. Mezőgazdasági mintaprojekt indult 6 Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településen. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, 130 regisztrált álláskereső bevonásával zöldséget és gyümölcsöt termelnek önkormányzati földterületeken. Ezeket a helyi konyhákon hasznosítják majd, a felesleget pedig egy hazai üzletlánc értékesíti. A program távlati célja, hogy a térség őstermelőivel közösen jelenjenek meg a hazai piacokon jó minőségű magyar termékekkel. Konyhakerti növények és gyümölcsök termesztésébe kezdett 6 beregi település Tarpa központtal. A térségben összesen 130-an kaptak így munkát. A mezőgazdasági mintaprojektre itt mintegy 130 millió forintot biztosít a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ebből fizetik a foglalkoztatottak teljes bérét és járulékait. Gyakorlatilag arról szól, hogy 8 hónapon keresztül egy non-profit KFT alkalmazásában ezek az emberek a jó minőségű termékeket fognak előállítani. Az önkormányzat a másik lába ennek a programnak, aki a tárgyi eszközöket, a vetőmagot, a fóliát és minden egyebet, a földet rendelkezésre bocsátja. A terményeket elsősorban az önkormányzatok konyháin hasznosítják majd. A gyerekeknek az étkeztetésébe fogunk tudni ebbe segítséget nyújtani saját magunk számára, tehát nem kell megvennünk, hanem meg tudjuk termelni ezekkel a foglalkoztatottakkal ezen a területen. A program keretében megtermelt zöldségek és gyümölcsök egy részét értékesítik majd az önkormányzatok. Ebben egy hazai üzletlánc segít a településeknek. A mi feladatunk az lesz, hogy az itt megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket értékesítsük, és ahogy itt körülnéztem még a sajtótájékoztatót megelőzően, rendkívül jó feltételei vannak annak, hogy olyan mértékben elő tudják itt készíteni ezeket a terményeket, amelyek utána könnyen kamionra pakolhatók, és utána pedig az egész országban teríthetők lesznek. A mezőgazdasági mintaprojekt távlati célja, hogy őstermelők, vállalkozók is csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és közösen értékesítsék a terményeket és az abból készült jó minőségű hazai termékeket. A végső cél az, hogy ezeknek az embereknek a munkája hasznosuljon. Eddig az elmúlt időszakban is voltak ilyen elszigetelten, települési szinten különböző programok, de ilyen integrált program, ami 6 települést fog össze, és mondok egy példát, hát az egyik település mondjuk termel burgonyát, a másik termel hagymát, és egymás között cserélnek majd, ha te adsz burgonyát, én adok hagymát, és ezáltal az embereknek és a benne dolgozó embereknek is, illetve a konyháknak, a térség konyháit is ezek az anyagok lesznek felhasználva, és ezen túl, mondom, hangsúlyozom, a felesleg az kerül majd a magyar üzletlánc, magyar polcaira, és a magyar emberek ezekből a terményekből választhatnak majd, illetve vásárolhatnak majd. A munkaerőpiaci program szociális szövetkezetek létrehozására próbálja rávezetni a mezőgazdasági termelésből élőket. 50 egészségügyi dolgozó kapott kitüntetés Nyíregyházán az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából rendezett ünnepségen. Az egészségügyi holding rendezvényén kiemelték, az egészségügyi szektorban az eddigieknél nagyobb figyelmet szentelnek majd az emberi erőforrás tervezésére, az ápoló betegarány meghatározására. Az Ápolók Nemzetközi Napján május 12-én világszerte az ápolókat ünneplik. 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, az ápolóképzés kiemelkedő alakja. A megyeházán tartották idén az ápolók napját, ahol a megyei holding vezetője elmondta, odaadó munkájukért 50 egészségügyi dolgozót jutalmaznak. A holding új vezérigazgatója Mangol Csilla kiemelte, fontos, hogy térségünk ápolóit megbecsüljük. Az ápolók elvándorlásáról és nehéz anyagi helyzetéről már Móricz Istvánné ápolási igazgató beszélt. Az ápolók ugyanis hetekkel ezelőtt is bérük felzárkóztatására kérte a kormányt. Az ápolási igazgató hozzátette, megyénk egészségügyi holdingjának is fontos, hogy megbecsült dolgozói legyenek, ezért is dolgozott ki az ERT menedzsmentje egy belső motivációs rendszert.
a motivációs rendszernek részben jutalmazási aspektusai vannak, részben olyan karrierépítési lehetőségek mutatkoznak a holdingon belül, amikor a dolgozóinkat segítjük a továbbtanulásban, illetve az ingyenes továbbképzéseken való részvételben. Olyan belső programokat készítünk, családi programokat készítettünk az elmúlt években is, ahol összekovácsoltuk a munkatársakat, a szervezeti kultúra fejlesztésére törekszünk. Az eseményen megyénk gyógyító szakemberei vettek részt, legtöbbjük már évtizedek óta dolgozik az egészségügyben, kiváló munkájukért idén 50-en kaptak kitüntetést. 32. éve dolgozom már a fehérgyarmati sebészeti osztályon. A fontossága talán azért tartom fontosnak, ilyenkor több intézetből is összejönnek a nővérek, és személyesen is találkozhatunk, és egyben talán a munkánknak az elismerését is érezhetjük. Az ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, az önkormányzat tulajdonosi felelősséggel ugyan már nem kötődik a holdinghoz, ám a két intézménynek továbbra is jó a kapcsolata, ezért tartották idén is a megyeházán az ápolók napját. Az ápolóknak, a gyógyító munkában résztvevőknek az áldozatvállalását, a munkáját nagyon fontosnak tartjuk, és hát örülök annak, hogy ez a hagyomány, ez folytatódik ebben az évben is, és reményeink szerint a jövőben is, hiszen legalább ezen az egy napon meg kell állnunk, és gondolnunk arra, hogy ezek az emberek, akik ápolnak, gondoznak, ha rászorulunk bennünket, akkor milyen áldozatot vállalnak ezért, milyen állandó készenlétet jelent az ő szolgálatuk. A tervek szerint a hagyományokhoz híven jövőre ismét a megyeháza dísztermében tartják majd az ápolók napját. A hét mindennapján 24 órában el tudják látni a szívinfarktusos betegeket a Józsa András Oktatókórházban május 1-e óta. A sok esetben életmentő szívkatéterezést 6 éve végzik a kórházban, de most sikerült a beavatkozást a hét egészére biztosítani. Tavaly 5-600 infarktusos beteg életét mentették meg katéterezéssel Nyíregyházán. Az orvosok most azt remélik, még több beteg kap majd új esélyt, és javulhat a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők állapota is. Előről nem bántom, csak hátul. Ebben a kórteremben lábadoznak azok a betegek a Józsa András Oktatókórházban, akik szívinfarktuson estek át. Többségük életét a gyors, szakszerű ellátás, a nagy szaktudást és modern orvosi berendezéseket igénylő szívkatéterezés mentette meg. Jöhet a katét. Igen, adom. Ebben a műtőben végzik a szívkatéterezéseket Nyíregyházán. Az első beavatkozásokat 6 éve kezdték el, akkoriban még csak 1-2 napon munkaidőben volt erre lehetőség. Sürgős esetben például éjjel a betegeket Debrecenbe kellett szállítani, ami az idővel való verseny miatt rontotta az életkilátásaikat. A Józsa András Kórház kardiológiai osztályán ezért folyamatosan fejlesztettek, és most sikerült elérni, hogy a hét minden napján 24 órában legyenek képesek elvégezni az életmentő beavatkozást. Az orvosok és a nővérek most 2 naponta ügyelnek, azonban már a tavalyi számok is azt bizonyítják, szükség van az állandó készenlétre. Tavalyi évben megközelítőleg 1200 szívkatéteres vizsgálat történt az osztályunkon. Ennek több mint a felénél történt beavatkozás, tehát koszorúértágítás, és a koszorúértágításoknak valamivel több mint a fele az úgynevezett akut esetben, tehát ahogy a beteg infarktust kapott, közvetlenül azután történt. Tehát ez azt jelenti, hogy 5-600 embernek az életét sikerült ezzel a laborral megmenteni csak itt a megyében. Így igaz, pontosan. Ez azért is lényeges, hogy 24 órán keresztül a hét mindennapján el tudjuk látni ezeket a betegeket, mivel az idő nagyon fontos az infarktus alakulásában, és így a megyében mindenhonnan viszonylag rövid időn belül elérhetőek vagyunk a betegek számára. A kardiológián azt remélik, a fejlesztéseknek köszönhetően a városban és a megyében élő szív- és érrendszeri betegségekkel küzdő páciensek életkilátásai tovább javulnak, és még több ember életét sikerült majd megmenteni a beavatkozásokkal. Dr. Polgár Péter professzor hozzáfűzte, a szív- és érrendszeri megbetegedéseket Magyarországon és világszerte vezető halálokként tartják számon. Magyarországon az ilyen megbetegedésekben többen halnak meg, mint az összes többi betegségben együttvéve. A szívinfarktus ugyanakkor nem feltétlenül vezet halálhoz.
Az ér elzáródása utáni gyors, legfeljebb néhány órán belüli katéterezéssel a betegek élete megmenthető. Megyei rendvédelmi napot rendeztek Nyíregyházán. A rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás idén ünnepelt először közösen. A három szervezet bemutatókkal színesített napján az emberek testközelből ismerhették meg a rendvédelmisek munkáját. A készenléti rendőrség zenekara játszik a Kossuth téren a rendvédelmi nap nyitányaként. A rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás intézet először rendezett közös napot. A cél, hogy bemutassák az embereknek a három szervezet munkáját. Az ötletet az adta, hogy 2008-ban a rendőrség és a határőrség integrálódott, és azóta közösen ünnepli a két szerv a közös napját. Most az volt az ötlet, hogy egészítsük ki ezt a rendvédelmi szervek további egységeivel, így a katasztrófavédelemmel és a büntetés végrehajtással, és akkor egy látványos, egy ütős napot tudunk szervezni a mai napra. Megérkezik a szerkocsi, megérkezik a vízhordó. 100 évvel ezelőtti tűzoltókocsik érkeznek egy égőházhoz. Kezdetleges a lánglovagok felszerelése, nincs védőöltözetük, és a vizet is kézérővel pumpálják ki a tartályból. A lovakat oltás előtt kikötötték, mert az állat fél a tűztől is, megriadhat. Az időutazás csak egy bemutató része volt, a megyei katasztrófavédelem a rendvédelmi napon szórakoztatta a közönséget. Ez már egy bevetés a mindennapokból, a képeken jól látszik a két korszak közötti különbség, itt a lánglovagok már nagyobb biztonságban menthetik mások életét és vagyontárgyait. A három rendvédelmi szervezet, amelyik most a mai napon közösen szervezik Nyíregyházán ezt az ünnepséget, ők külön ünnepelt május 4-én, november 8-án, illetve április 28-án volt, van a védőszenteknek a napja, nevenapja, és ekkor történtek ezek az ünnepek. De viszont az élet úgy hozta, hogy a munkánk is összeköt bennünket, hiszen a tűzoltók a rendőrökkel, a rendőrök a tűzoltókkal avatkoznak be, és sajnos, hogyha a felelősség kérdése felmerül, akkor az az ember, aki felelős ezekért az esetekért, az a büntetés végrehajtás gondjaira kell, hogy bízza magát. Idézőjelesen és viccesen. Ezért úgy gondoltuk, hogy ha munkánk összeköt bennünket, ezért üljünk le közösen, beszéljük meg dolgainkat, kötetlenebbül és szórakozzunk, mutassuk meg másik arcunkat a közvélemény számára. A rendvédelmi napon a megyei büntetés végrehajtási intézet is képviselte magát. A vendégek a börtönről és a bent dolgozók munkájáról is kaphattak információkat. Megmutatjuk a munkánkat, talán azzal, hogy megmutatjuk, hogy hát mi is kint dolgozunk azért a civil életben, amikor bírósági előállításokat hajtanak végre a fiaim, akkor kint vannak a közterületen, a bíróságokon. Megmutatjuk azt, hogy ez biztonság, azt szakértelemet tudjuk végrehajtani. Megmutatjuk azt, hogy adott esetben egy kiemelt fogvatartott előállításnál, tehát kiemelt fogvatartottan éltek egy nagyon veszélyes, vagy éppen egy védett tanú előállítását, szakértelemmel kellő biztonsággal tudjuk végrehajtani, és nagyon nagy szakértelemmel tudunk együttműködni a rendőrségnek az a csoportjával, aki ebben segítségünkre van. A megyei rendvédelmi napon a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtási intézet mellett a rendőrség is bemutatót tartott, a látványos programok mellett pedig a látogatók részére is szerveztek ügyességi versenyeket. Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Vállalkozók Országos Szövetségének megyei szervezetével. A részletekről hamarosan szólunk. Előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Felújítják a városi parkerdőt. 2500 négyzetméteren telepítettek kocsányos és csertölgyeket, a néhány évvel ezelőtti telepítéseknél pedig pótolták a tönkrement facsemetéket. A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.-nek folyamatos munkát ad az erdő tisztántartása és a megrongált bútorok helyreállítása is. Egyesztendő szünet után visszakerülhet az MB1-be az NRK Nyíregyháza. Balázs István együttese a hétvégén Dömsödön a Szombathely, a Palota RSC és a Budai 11 ese ellenlép pályára a feljutásról döntő osztályozó tornán. Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Adófőigazgatóság, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Adóigazgatóság, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete. A felek a partnerség erősítése és az adótudatos magatartás elősegítése mellett prioritásnak tekintik még a mikro-, kis- és középvállalkozások által teljesítendő adózási feladatok teljesítésének elősegítését, az illegális gazdasági folyamatok visszaszorításával a legális gazdálkodói szféra versenyképességének megőrzését.
Felújítják a városi parkerdőt. 2500 négyzetméteren telepítettek kocsányos és csertölgyeket, a néhány évvel ezelőtti telepítéseknél pedig pótolták a tönkrement facsemetéket. A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.-nek folyamatos munkát ad az erdő tisztántartása és a megrongált bútorok helyreállítása is. Egyelőre nehéz elképzelni, hogy ezen a 2500 négyzetméteres területen alig 110 év múlva 25-30 méteres, 100 cm átmérőjű kocsányos és csertölgyek lesznek. Most még 11 ezer darab fa csemete látható, amelyet a korábbi kiszáradt akácos helyett telepítettek. A fajtaváltással azt is elérték, hogy a sóstón honos tölgyekre cserélték az akácokat. Folyamatos munkát ad a városi parkerdő karbantartása is a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.-nek. 19 közmunkás látja el a köztisztasági feladatokat, és időről időre munkát ad a megrongálódott bútorok helyreállítása is, bár a folyamatos figyelemnek köszönhetően érezhető az előrelépés. Néhány évvel ezelőtt, egy olyan 6-7 évvel ezelőtt még rendszeresek voltak ezek a rongálások, de miután közfoglalkoztatottakkal a rendszeres terület karbantartást meg tudjuk oldani, úgymond a jelenlét folyamatosnak tekinthető, ezáltal csökkentek az ilyen rongálások. Ez látszik, hogyha más kevésbé forgalmas erdőrészleten, vagy kevésbé fenntartott erdőrészletek bútorzatainak a törési statisztikáiból. Az erdőfelújítás részeként a hármas dombnál a 2 éve elültetett, de azóta tönkrement csemetéket is pótolták. A magasabb részekre szilfákat, az alacsonyabban fekvő területekre pedig cser és kocsányos tölgyeket ültettek. Június 2-án immár második alkalommal hívják hulladékgyűjtésre azokat, akik felelősséget éreznek a környezet iránt a TESZED Összefogás a Tiszta Magyarországért akció keretében. A tavalyi hulladékgyűjtés sikeres volt, országosan 160 ezeren, a megyében pedig több mint 4 ezeren érezték fontosnak, hogy ezen a napon kesztyűt húzzanak és tegyenek egy keveset élőhelyünk, az utak, a közterületek, az erdők tisztaságáért, és felhívják a figyelmet arra, hogy környezetünket óvni, védeni kell. Akciójukkal mindegy 102 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A NAP koordinátora a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mivel ez a szervezet rendelkezik a több ezer embert megmozgató akció lebonyolításához szükséges feltételekkel, hiszen apparátusuk lefedi a megye egész területét. Rendelkeznek 4 szakaszmérnökséggel, 15 felügyelőséggel és a hozzájuk kapcsolódó gátőr és csatorna szolgálattal, akiknek feladata többek között a vizek bejárása, az illegális hulladékok feltérképezése. Az igazgatóság egy rendszert alakított ki, a TESZED honlapon lehet regisztrálni, és akik kapcsolódni szeretnének az akcióhoz, azoknak feladatot is adnak. Védőfelszerelést, zsákokat, munkavédelmi kesztyűt az akció sikeres lebonyolításához az igazgatóság biztosít a résztvevőknek. Mi döntően a vizekkel szeretnénk foglalkozni, tehát a vizek partján, a Tisza mentén, a folyóink mentén, a holtmedrek mentén, az öreg túlt szeretnénk ez évben is megtisztítani, és hát fontos az, hogy a belvíz csatornákat is vegyük górcső alá, és onnan is lehetőleg nagyobb mennyiségben távolítsuk el a szemetet. Egy esztendő szünet után visszakerülhet az NB1-be az NRK Nyíregyháza. Balázs István együttese a hétvégén Dömsödön a Szombathely, a Palota RSC és a Budai 11 ese ellen lép pályára a feljutásról döntő osztályozó tornán. Az gyakorlatilag már az első mérkőzések után eldőlt, hogy az NRK-nak nem lesz ellenfele az NB2 keleti csoportjában, így kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy hónapok óta az osztályozóra készül Balázs István együttese. A csapat a Magyar Kupa 4-es döntőjébe jutással is bizonyította, hogy helye van a legjobbak között, szombaton és vasárnap pedig a dömsödi osztályozón vívhatják ki a feljutást Erdősnyéjék. Remélem, hogy megfelelően felkészültünk. Igaz, nem teljesen tökéletes a felkészülésünk, hiszen a héten érettségiznek 5 negyedikesünk, de én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül nekünk sikerre kell venni ezt a hétvégi akadályt, hiszen komoly munka folyt az elmúlt évben. Balázs István edző az NRK mindhárom ellenfelét megnézte a közelmúltban, így a játékosok tudják, hogy mire számíthatnak a pályán. Elsőkört a nyugati NB2-es bajnokot említette, őt nézte meg, azt mondta, hogy gyakorlatilag ez a csapat nem lehet akadály számunkra, hiszen hasonló, mint a többi NB2-es ellenfelünk. Még mondhatom azt, hogy meghatározta, hogy mennyi pontot csinálhat ellenünk az ellenfél.
A Palota és a Budai 11, ők azért már az NB1-ben játszottak végig, rutinosabbak, egy kicsit más kategóriájú csapat, de elmondhatjuk, hogy talán egyik csapat se játszik olyan kombinatív játékot, mint amit mi játszottunk már itt a bajnokság vége felé, és hogyha tudunk egy stabil nyitásfogadást produkálni, akkor bármelyik csapatból gyakorlatilag az egyiket hozzuk, akkor fönt vagyunk az NB1-be. Hogy ez megtörténjen, ahhoz azonban 24 óra leforgása alatt háromszor is pályára kell lépni az NRK-nak. Szombaton délelőtt utazunk, délután 4 órakor lépünk először pályára, mi játszunk a Szombathellyel, és utána következik a két budapesti csapatnak a mérkőzése, így legalább őket meg tudjuk nézni. Úgy gondolom, hogy így a könnyebb utat kaptuk. Vasárnap viszont azért már nem lesz olyan könnyű a dolgunk, hiszen a második mérkőzés 12 órakor kezdődik, Palotával kezdünk, és közvetlen utána játszunk 4 órakor a Buda 11-el. A hírek szerint a nyíregyháziak Dömsőden is számíthatnak szurkolóik támogatására, akik, ha minden a tervek szerint alakul, vasárnap délután együtt ünnepelhetik a feljutás kedvenceikkel. Szombaton újabb mérkőzést játszik a Közép-Európai Ligában a Nyíregyháza Tigers. A nyitányon a Győr Sharks ellen győzelemmel bemutatkozó amerikai futballcsapat 15 órai kezdettel a Bratislava Monarchs együttesét fogadja az NVSC Tiszavasvári úti pályáján. Szolnokon vendég szerepel a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó MB2 27. fordulójában. A jelenleg 8. helyen álló Spari hétfőn lép pályára a második helyezett tiszaparti csapat otthonában. Híradón végén nézzük a legfontosabb tartalmakat még egyszer, néhány mondatban. Mezőgazdasági mintaprojekt indult 6 Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településen a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. 130 regisztrált álláskereső bevonásával zöldséget és gyümölcsöt termelnek önkormányzati földterületeken. A program távlati célja, hogy a térség őstermelőivel közösen jelenjenek meg a hazai piacokon jó minőségű magyar termékekkel. A hét mindennapján 24 órában el tudják látni a szívinfarktusos betegeket a Józsa András Oktatókórházban május 1-e óta. A sok esetben életmentő szívkatéterezést 6 éve végzik a kórházban, de most sikerült a beavatkozást a hét egészére biztosítani. Megyei rendvédelmi napot rendeztek Nyíregyházán. A rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás idén ünnepelt először közösen. A három szervezet bemutatókkal színesített napján az emberek testközelből ismerhették meg a rendvédelmisek munkáját. A Kölcsey Televízió pénteki hírműsorát látták. A legfrissebbekkel hétfőn 7 órakor jelentkezünk majd, szombaton pedig a Kölcsey Krónikában összefoglaljuk a hét legfontosabb eseményeit. Időközben a Kölcsey Televízió weblapja pedig folyamatosan szolgáltatja a legfrissebb megyei információkat. Munkatársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket is. További kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! A nyári idő szombat délelőtt is folytatódik, a nap második felében aztán viharos széllel, záporokkal és zivatarokkal markáns hidegfront érkezik. Ennek hatására vasárnap már őszies hőmérsékletekre készülhetünk. A szombati hidegfront előtti csúcsértékek, ahogy láthatják, 30 fok közelében várhatók, a front átvonulásakor aztán rohamosan hűl majd a levegő, viharos lesz az északnyugati szél, de néhol orkán erejű széllökés sem kizárt. Éjszaka is előfordulnak átmeneti mérsékelt felhősödések megyénkben, de összességében csillagfényes, nyugodt idő várható. Hajnalra ismét párásodik a levegő, akkor általában 12 fokot mérhetünk. Szombaton nálunk a nap nagy részében még napsütés és füllet meleg idő lesz, késő délután kezd növekedni a felhőzet, akkor ér ide a hidegfront. A front előtt 30 fok közelében tetőznek a csúcsértékek, és a légmozgás is mérsékelt marad. A front miatt aztán késő délutántól viharos északnyugati szél, erős lehűlés és kiadós esők, zivatarok várhatók megyénkben is. Határaink közelében hajnalra 9 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben kánikula, később a front miatt záporok, zivatarok várhatók.
A frontérzékenyek szombat délelőtt meleg, délutántól hidegfronti hatásra számítsanak, vasárnap és hétfőn is sok lesz a felhő, vasárnap délelőtt még sokfelé esővel. Kettől már egyre több napsütésre van kilátás, és a csúcshőmérséklet is lassanként emelkedni kezd. A jövő hét közepétől 20 fok körüli értékekre lehet majd számítani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Erős napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet. Itthon vagyunk, értéket teremtünk. A műsorvezető frizuráját Korpai Diana, a Lukovics Frufru Szépségszalon fodrásza készítette. Az időjárás jelentés támogatója a Letron 97 Bútoripari Kft. Bútorozzunk össze!